Ügyvéd és ex-rendőr is gyanúsította a magasrangú NAV tiszt korrupciós ügyébe. Az egykora felderítőket is vezető őrnagy kenőpénzért bizalmas információkat adott ki egy magánnyomozó irodának a gyanú szerint. A Kamara budapesti elnöke arról beszélt a Kékfénynek, hogy nem egyedi eset ez. Iparági pletykák szerint a legtöbb magánnyomozó volt rendvédelmis, és közülük sokan próbálnak élni és visszaélni korábbi kapcsolatrendszerükkel. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyik őrnagyát veszi őrizetbe a terrorelhárítási központ. A célszemély korábban a NAV felderítési osztályát vezette, a munkája miatt fegyvere is volt, ezért kellett a kommandósoknak elfogni. Fővárosi nyomozóügyészség korrupciós bűncselekményekkel gyanúsítják az őrnagyot és 8 civil társát. A NAV adatbázisából kértek és adtak ki bizalmas adatokat, állítja a fővárosi főügyészség szóvivője. A nyomozást megelőzte a Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítése, és a Nemzeti Védelmi Szolgálat tett feljelentés az ügyben, így került a nyomozás elrendelésre. A Nemzeti Védelmi Szolgálat a terror elhárítási központtal, a nyomozóügyész kollégákkal, valamint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodával május végén több helyszínen kutatást tartott, több személyt elfogott, előállított és bizonyítási eszközöket foglalt le. A gyanúsítottak között van egy volt rendőrtiszt és egy ügyvéd is. A nyomozás eddigi adatai szerint a nyugalmazott rendőr rendszeresen fizetett a NAV-os őrnagynak, hogy bizalmas információkhoz jusson hozzá. A rendelkezés álló adatok szerint a megalapozott gyanú az az, hogy két személy, két férfi, akik magánnyomozók voltak, ügyfeleik információs igényét korrupt módon elégítették ki. Egyikük egy nyugalmazott rendőr volt, ő és társa a bűnügyi hatóságoknál kapcsolatokkal rendelkezett, ezen kapcsolatoknak időszakosan jogtalan előnyt biztosított, és cserébe elvárta, hogy ezek a hivatalos személyek a belső hatósági nyilvántartásokból lekérdezzenek adatokat. Magyarországon körülbelül 1300-an rendelkeznek magánnyomozói engedéllyel, de közülük csak körülbelül 150-en aktívak. Többségük egykori rendőr vagy más rendvédelmi szerv alkalmazottja volt korábban, és a tapasztalatok szerint sokan próbálnak visszaélni a kapcsolatrendszerükkel, állítja a Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara budapesti elnöke. Sajnos jellemző, borzasztó nagy az ilyen irányú információigény, és ebből adódnak korrupció is, és természetesen, hogy volt kollégák ezt ki is használják, amennyiben meg tudják ezt tenni. Ugyanis szerencsére erre a rendőrség is rájött, és olyan biztonsági határokat húztak, hogy már az egyszerű rendőr, tehát egy vizsgáló sem tud olyan információhoz jutni, ami nem az ő által végzett adott ügyhöz tartozik. De a nem nyilvános adatbázisokhoz nem csak a rendőrök és a NAV-osok férhetnek hozzá, hanem még sokan mások, például a bíróságok alkalmazottjai vagy a közjegyzői irodák munkatársai is, és ezek az adatok sok pénzt érnek. A magánnyomozói szakértő szerint a korrupt tisztviselők havi általányt kapnak a megbízóiktól az adatok lekérdezéséért. Ez lehet pár tízezer forint, vagy akár milliós összeg is, a beosztástól és a megszerezhető információktól függően. A törvényes magánnyomozói munka 70%-a ma már az interneten nyilvános adatbázisok felkutatásából áll. Ezt elvileg bárki megteheti, de a civilek legtöbbször nem tudják, hogy mit, hol és hogyan találhatnak meg. A magánnyomozó, ha olyan múlttal rendelkezik, például a rendőrségi háttér van, mert igen, rendőr volt, vagy valami rendvédelmi szervnek volt az alkalmazottja, hogy ő tudja, hogy hova lehet fordulni információ megszerzése érdekében. A céginformációs adatbázisok, az ingatlan nyilvántartások és a nyilvános közösségi oldalak a legfontosabb információforrások. A megszerzett adatokat viszont bizalmasan kell kezelniük a magánnyomozóknak. A kamara most készít egy olyan magatartási kódexet, ami szabályozná, hogy a magándetektívek milyen információkat adhatnak ki az ügyfeleknek, és hogy azok felhasználásáért milyen felelősséget vállalhatnak. A múlt héten lebukott korrupt NAV-os őrnagyot és két társát őrizetbe vették, és az ügyészség a három gyanúsított letartóztatását is kezdeményezte. Úgy tudjuk, a gyanúsítottak közül többen vallomást is tettek a nyomozási bírónak.
A 9-ből 3 gyanúsított letartóztatását rendelt el a bíróság. Az indoklás szerint csak így biztosítható a jelenlétük az eljárásban, és így lehet megakadályozni, hogy ne befolyásolják a nyomozást. A Kékfényben Miki Attila riportját látták.